Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, ezt a szentmise áldozatot Ernő dr. Hargitai Gáborért ajánljuk föl, születésnapi megemlékezésül, az Úristen adjon neki örök nyugalmat az ő országában. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepeljük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú, Urunk és Istenünk, Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket. Te az Atya jobbját ülsz, irgalmazz mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szent Lélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk, Istenünk, tanításokból tudjuk, hogy az őszinte és tiszta szívekben akarsz élni,
Kérünk, alakíts át minket kegyelmeddel, hogy méltó hajlékod legyünk. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. A próféta figyelmezteti Joakim királyt, hogy ne az emberekbe, hanem az Istenbe vesse bizalmát. Ezt mondja az Úr. Átkozott az az ember, aki emberben bízik, aki hallandóra támaszkodik, és akinek szíve elfordul az Úrtól. Olyan lesz, mint a cserje a pusztában. Semmi jót nem várhat, a kiaszott sivatagban tanyázik, sós és lakhatatlan földön. Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van reménye. Olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely gyökereit egészen a folyóig ereszti. Ha jön a hőség, nem kell félnie. Lombja mindig zöldelni fog, szárasság idején sem kell aggódnia, akkor sem szűnik meg gyümölcsöt teremni. Ez az Isten igéje. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Boldog ember, aki nem követi a gonoszok tanácsát, nem lép a bűnösök útjára, a gúnyolódók körében nem foglal helyet, hanem az Úr törvényében leli örömét, az ő parancsairól elmélkedik éjjel és nappal. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Olyan, mint a fa, melyet folyó víz mellé ültettek, mely idejében gyümölcsöt érlel. Nem fonyad el a lombja, siker koronázza minden tettét. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Nem így járnak a gonoszok, nem így, hanem mint a hólyva, melyet szétszór a szél, mert az Úr őrzi az igazak útját, a gonoszok útja pusztulás. Boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, ha mi azt hirdetjük, hogy Krisztus feltámadt a halálból, hogyan állíthatják némelyek közületek, hogy nincs feltámadás? Ha ugyanis a halottak nem támadnak fel, semmit sem ér a hitetek, mert még mindig bűneitekben vagytok. Sőt, azok is elvesztek, akik Krisztusban haltak meg. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. De Krisztus feltámadt a halálból, elsőként a halottak közül. Ez az Isten igéje. Alleluja, alleluja. Alleluja! Örüljetek és vigadjatok, mondja a mi Urunk, mert nagy lesz a mennyben jutalmatok. Alleluja! 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 Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a helytől és egy sík terepen megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a Tíruszi és Szidoni tenger mellékről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt.
Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és újjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktatok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanításra legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvérek, Jeremiás könyvéből hallottuk az olvasmányban, hogy átkozott az az ember, aki emberben bízik, és nem az Istenben. Megdöbbentőek ezek a szavak, mégis igazak. Aki emberektől várják a boldogulásokat, azok nagyon szegény emberek. A Szentírás átkozottnak nevezi őket. De ahogyan a zsoltárokban imádkoztuk, boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Mit is jelent számunkra ez a két igazság, hogy átkozott az az ember, aki emberben bízik, és boldog az az ember, aki az Istenben. Azt, hogy az emberek gyarlóak, a legközelebbi hozzátartozóinkban, vagy akár a barátainkban is tudunk csalódni. Bizonyos dolgok össze tudnak törni bennünk, és egyedül az Isten az, aki marad, ő az, aki az életünket egészen másképpen tudja formálni, alakítani, hogyha mi azt hagyjuk. A Szentleckében pedig hallottunk arról, hogy ha Krisztus nem támad föl, akkor semmit sem ír a hitünk. Vagyis hitünknek a lényege, hogy Jézus Krisztus föltámadt a halálból, ő az élet ura, és az ő szavai igazak számunkra. Akkor, amikor az evangéliumban hallottuk a négy boldog mondást és a négy jajt, akkor számunkra ezt az Úristen mondja. És érdemes megnézni, hogy mi is rejlik a szavak mélyén. Mindannyian keressük a boldogulásunkat, keressük a boldogságot. Mégis ahányan vagyunk, annyiféleképpen gondolkodunk róla. Az Úr Jézus, amikor a boldogságra utal, akkor a hiányunkat hozza föl, és ott lehet bennünk a kérdés, hogy miért boldog ember a szegény, vagy miért boldog az éhező ember, miért boldog a síró ember, vagy miért lehetünk boldogok, ha gyűlölnek bennünket. Emberileg számunkra ez érthetetlen, ilyenkor legtöbbször az emberből inkább lázadás, dű váltódik ki. Mégis az Úr Jézus valami egészen más és lényegi dologra akar rámutatni, mégpedig arra, hogy minden hiányunk elmúlik, illetve minden hiányunkat, ha az Istennel szemléljük, ha az Istennel éljük meg, akkor mindezt a javunkra tudja fordítani. Nem a szegénység miatt vagyunk boldogok, vagy nem azért, mert sírunk, hanem azért, mert a szegénységünkben még jobban megtapasztalhatjuk az Úristennek a gondoskodó szeretetét. Van valaki, akivel kapcsolatban vagyok, aki hasonló módon él, mint a Franc atya. Nem szeretném megmondani az ő nevét.
Németországban élt valamikor, hegedű tanár volt, és egy ottani zenekarban játszott, egész magas nyugdíja volt, és akkor, amikor franc atyával, ezzel a holland származású atyával kapcsolatba került, akkor többször kísérője volt itt Magyarországon. A franc atya az, aki egy hátizsákkal járta a világot, és úgymond csak egy váltás ruhája volt. És őt kísérte, fordított neki, és ő maga is hasonló életet él. Visszamondta a németországi nyugdíját, és valójában pénz nélkül él. És akkor, amikor megkérdezem, hogy mi az, amire szüksége van, akkor soha nem mondja meg. Mert hogy az Isten jóságában bízik, abban, hogy majd embereken keresztül a jó Isten megadja számára, ami fontos. Persze nélkülözésben is van része, és érdemes végig gondolni, hogy mi tudnánk-e valami hasonló életet élni. Még mielőtt megrémülnénk, nem erre szeretném a híveket bátorítani, hogy így éljenek, de érdemes átgondolni azt, amikor csak az Istenre hagyatkozunk, amikor csak az isteni gondviselésben bízunk, és az egy nagy fordulat az ember életében. És ez a hölgy boldog, és értem azt, hogy miért mondja azt, hogy semmire nincs szüksége, illetve mindent elfogad, csak pénzt nem. Mert mihelyt az ember már megfogalmazná, hogy mire van szüksége, onnantól kezdve már számítónak lehetne nevezni. Mégis térjünk vissza a mai evangéliumi részletre, hogy mit is jelent számunkra a boldogság. Egy gazdag embernek a vallomását szeretném felolvasni, aki a világ leggazdagabb emberei közé tartozott, 4 éve halt meg, és az utolsó szavai bejárták az egész világot, hiszen ő maga is beteg lett, és a következőket mondta: most már tudom, hogy amikor elegendő vagyont halmozunk föl, mely élethosszig kitart, más dolgokat kellene keresnünk, amelyeknek nincs köze a vagyonhoz. Azt is mondja, hogy a gazdagságot is meg lehet szokni, és egy idő után már semmi örömet nem ad. Aztán a következőt mondja: a vagyon folyamatos üldözése csak egy önmagából kifordult szemét hoz létre belőlünk, amilyen én is vagyok. Isten adta képességünk érezni mindenki szívében a szeretetet, nem pedig a vagyon által előidézett illúziókat. Az életem során megszerzett vagyont nem vihetem magammal. Amit magammal vihetek, az csak a szeretet által kiváltott emlékek. Ez az igazi gazdagság, mely követni fog, elkísér, erőt és fényt ad. Aztán fölteszi a kérdést: melyik a világ legdrágább ágya? A beteg ágya. Alkalmazhatsz valakit, hogy vezessen helyetted, csináljon neked pénzt, de nem vehetsz rá senkit, hogy viselj el a betegségedet helyetted. Az anyagi dolgokat megtalálhatjuk, ha elvesznek. Egyetlen dolog van, amit nem találhatunk meg, ha elvesztettük, az életet. Igen, ez nagy kérdés számunkra, hogy mi is számunkra az élet. Miben látjuk az életünknek a célját, értelmét? Sajnos a médián keresztül is az az illúzió él a szegény emberben, ha sok pénze lenne, akkor milyen boldog lenne. Persze szükségünk van az anyagi dolgokra is, mert ebben az anyagvilágban élünk. De nagyon vigyázzunk, hogy ne ez legyen az életünknek a középpontja és az életünknek a mozgatórugója. Mert mindezt el lehet veszíteni. Mit jelent boldognak lenni? Azt gondolom, talán az, amikor az ember elégedett az élettel, amikor elégedett a sorsával, amikor az ember mindent el tud fogadni az Isten kezéből. Legyen az jó, legyen az rossz, legyen az örömteli, legyen a szomorúság. Mindent úgy tudunk szemlélni, hogy a jó Istentől kaptuk.
Azt gondolom, hogy a Szentlélek Úristennek a különös ajándéka az, amikor az ember elégedett az élettel. És ez nem pénzkérdése, csupán az, hogy hogyan szemléljük az életünket. Mit tartunk az életünkben meghatározónak? Ha rádöbbenünk arra, hogy ebben az életben mindent az Istennek köszönhetünk, hogy mindent az Úristentől kapunk ajándékba, és a kölcsönösséget szem előtt tartunk, hogy amit kaptam, azt szeretnénk visszaadni, akkor eljutunk a teljes önátadásig. Vagyis mindent el tudok fogadni az Isten kezéből, és mindent oda tudok adni. A Jóistennek a nagy lelkűségét kell látnunk, hogy a Jóisten a Fián keresztül mindent adott nekünk. Az Úr Jézus Krisztuson keresztül ismerhetjük meg az Istennek az önajándékozó szeretetét, hiszen az Úr Jézuson keresztül nekünk mindent adott azért, hogy nekünk életünk legyen. Szent Kalkuttai Teréz anya, aki maga is szegény életet élt a szegények között, járt, kelt, a haldoklókat gondozta, és ő a következőt mondja a belső szabadságra és a teljes önátadásra. Minden nap igen kell mondani. Ez a teljes önátadás. Ott kell lenned, ahol ő akarja, hogy légy. Ha kitesz az utcára, ha mindent elvesznek tőled, és egyszer csak az utcán találod magad, abban a pillanatban fogadd el, hogy az utcán kell lenned. Ne önkénted meg az, hogy az utcára mész, de fogadd el, ha kitesznek. Vagy épp ellenkezőleg, fogadd el, ha Isten azt akarja, hogy egy palotában légy, feltéve, ha nem te választottad azt. Ez a különbség, ettől más a teljes önátadás, hogy elfogadsz mindent. Hogy bármit vegyen is el, azt egy mosollyal adod oda. Ez az önátadás. Elfogadni minden embert, a munkát, ami adódik, a finom ételt, vagy éppen az, hogy éhezel, vagy nincs víz a kútban, fogadd el. Ez a dolgok kulcsa, és ekkor vagy szabad. Teréz anya is erre a belső megelégedettségre tanít bennünket. Ez a belső szabadságnak a lényege, hogy az Úristen az életünknek a mozgatója. És hogy az Isten nélkül, az Isten tudta nélkül semmi sem történik velünk. Ami azt jelenti, hogy ha valamiben hiányunk van, azt az Úristen tudja és kiegészíti azt. Az evangéliumnak a második része a jajokról szól. Jaj azoknak a gazdagoknak, akik már jól laktak itt ebben a földi világban. Jaj azoknak, akik nevetnek és élvezik az életet, de senki másra nem gondolnak. Mire is figyelmeztet bennünket az Úr Jézus, és mit kér tőlünk? Azt gondolom, hogy jaj nekünk, ha nem vesszük észre, hogy ebben az életben mindent az Istentől kapunk. Jaj nekünk, ha csak magunkra gondolunk, csak a saját magunk jólétére, és a másikat figyelmen kívül hagyjuk. Jaj nekünk, ha érzéketlenek vagyunk, és nem vesszük észre, amikor a másik valamivel hiány szemben. Jaj nekünk, amikor az élvezeteket hajhászunk, és nincs bennünk lemondás azért, hogy a másiknak is jó legyen. Kérjük a Szentlélek Úristennek a segítségét, hogy akkor, amikor az életünket szemléljük, akkor megtaláljuk, rátaláljuk az életünknek a céljára, az életünknek a mozgatójára, hogy rátaláljuk az Úristenre, és ahogyan a Zsoltárral mondjuk, minden nap tiszta szívünkből tudjuk mondani, boldog az az ember, aki az Úrban bízik. Amen.
Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennyei és földön, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született, az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született az Atyával egy lényegű, és minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberére. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségbe, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és értetünkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit én úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával, hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban. Vallom az egy keresztséget, a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Testvéreim, Jézus új természetfeletti életfelfogásra utatott minket. Kérjük segítségét, hogy megértsük és megvalósítsuk a tőle kapott tanítást. Hogy Isten országát és az igazságát többre becsüljük minden földi kincsnél. Hallgasson meg! Kérünk téged, hallgasson meg! Egyházat tanítása és tanítsa és mutassa meg a világnak az evangélium élet boldogságát. Hallgasson meg! Kérünk téged, hallgasson meg! Hogy a mulandó életjavai miatt ne feledkezzünk az örök életről. Hallgasson meg! Kérünk téged, hallgasson meg! Bűneinket igaz bűnbe látta, megsírassuk, és részünk legyen a Szentlélek vigasztalásában. Hallgass magunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy Jézus reméje béketűlő lélekkel viseljük el az élet különféle megpróbáltatásait. Hallgass magunk! Kérünk téged, hallgass meg minket! Adunk, hogy elmond Hallgitai Gábor testvérünk, aki ezt a szemlés áldozatot felajánlom, a mennyei dicsőség részese legyen, hallgass meg, Urunk! Isteni Mesterünk, add, hogy szívünkben fogadjunk tanításodat, és ne engedd, hogy elkeseredjünk életünk próbatételei miatt. Hiszen Te boldognak hirdetted azokat, akik álmatatosan kitartanak az irántad való hűségben, aki esz és uralkodol mindörökkön örökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenem, mert a Te bűnkezűségedből kaptuk a kenyeret. Fölajánljuk neked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyeret. Áldott legyen az Isten. A bor és a víz titka által részesüljünk annak Istenségében, aki kegyesen részese lett emberségünknek. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenet, mert a Te bűnkezűségedből kaptuk a bort.
Fölajánljuk neked, mint a szűrődő termését és az emberi tukanyagocsit. Ebből lesz számunkra a lélek italam. Áldott legyen az Isten örökké. A lázatos lélekkel is legyen a szívek körül. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Az egész Anya Szent Egyházában. Kérünk Istenünk, hogy ez az áldozati adomány tisztítson meg és újítson meg minket, legyen örök jutalom forrása azoknak, akik teljesítik szent akaratodat, Krisztus a mi Urunk által. Az Úr legyen veled, és van veled. Emeljük föl szívünket, adjunk hálát Urunknak, mi Istenünknek, méltó és igazságos, mert valóban méltó és igazságos, ő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Úrunk által. Ő születésében újjáadta a régi ember, és szenvedésében minden bűnt eltörött, majd feltámadásával megnyitotta az örök élet útját, és hozzáadjához az égbe szállom. Kitárta meg ország ajtaját. Mi ezért az angyalok és szentek kórusával együtt dicséretet himnuszát zengünk, és még nélkül énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent mindenség, Ura Istenem, dicsőséget betöltél a mennyed és a földet, hozsonna a magasságban. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd el át szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely örvendetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kegyét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházak sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Csaba főpásztorunkkal és az egész magsággal. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, elhunyt dr. Hargitai Gáborról és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsáss őket szent színed látására. Könyörül kérünk mindnyájunkról, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítünk parancsára, és Isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyának, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várunk az örök boldogságot, és üdvözítünk meg Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondott a apostolaidnak, békességet vagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne védkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelében, legyen békesség köszönjük. Isten you.
azokhoz, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten párához. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval, és megmondjuk az életet.
lelke, szent lelkedjen. Krisztus teste, üdvözíts engem. Krisztus vére, üdvess meg engem. Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus bűnszenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem. Szent sebeimben, rejtsed engem. Ne engedd, hogy elszakadjak tőlem, a gonosz ellenségtől oltalmazd meg engem. Halálom óráján, hív magadhoz engem, s add, hogy eljussak hozzád, és szenteiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögünk, mennyei kenyérrel vesztettél meg minket, Istenünk, add, hogy mindig olyan eledelre vágyakozzunk, amely az igaz életet táplálja bennünk. Krisztus, a mi Urunk által. Hirdetem a kedves testvéreknek a következőket. Jövő héten, hétfőn és kedden reggel 7 órakor egy szentmise, csütörtökön fél 5-től szentségimádást tartunk, 17 órakor kezdődik majd a szentmise, pénteken ugyancsak 17 órakor kezdődik majd a szentmise, és a február hónapban elmondtakért ajánljuk föl. Szombaton 17-kor lesz majd szentmise a szokott időben, vasárnap pedig 8:30-kor. Erdős Sári Zoltánné, Mándoki Piroska édesanyáért ajánljuk föl halálának 6. évfordulóján. Holnap délután 2 órától imaóra lesz egyházközségünkért a plébánián. Szerdán este 7:30-kor pedig a Szent Erzsébet közösség találkozik, és kedden pedig befejeződik az Alfa kurzus. Szeretném hirdetni, hogy a jövő vasárnapi perselyt a katolikus iskolák javára ügyjük. Február 25-én este 17:30-kor a György István katolikus általános iskola József Attila épületének az ebédlőjében lesz dr. Fodor Rékának az előadása, a Mennyország és pokol az afrikai orvos misszióban címmel. Ez valójában egy tanúságtétel jelent. Ő a Csókai András professzor úrnak a munkatársa, együtt szoktak misszióba menni, és hát nyilván erről a munkáról tesznek tanúságot. Mindenkit szeretettel várunk majd, tehát még egyszer február 25-én, hétfőn este 17:30-kor. Aztán azt is szeretném hirdetni, hogy pénteken elbontásra került a csűzház, és ez még inkább sarkal bennünket arra, hogy a terveinket megvalósítsuk. Kérem a kedves testvéreknek majd a támogatását ezükben, hogy valóban egy szép búcsúztató helyet tudunk majd ezen a helyen létrehozni. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szentmise véget ért, menjetek békében. Isten legyen hála. Jézusunk, lelked örök pásztor, tekintsél valamaz szemmel, szeretettel. Urunk, mint árvák sírjunk előtte, kérünk téged a boldogsághoz szüzönöm, a magyarok nagyasszonyok közbenjárására. Adj nekünk a papi és szerzetes hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetes hivatásokat.